Kedves nézőink, a következőkben elsősorban a középiskolába készülő diákok és szüleik figyelmére számítunk. Az ajkai középiskolákat bemutató sorozatunkban ma a Fekete-Vörös Marti Általános Iskola és Gimnázium mutatkozik be. Egyben felhívnám szíves figyelmüket, hogy következő adásunkban a Bercsényi Miklós iskolával ismerkedhetnek meg. Köszöntöm a stúdióban Riderné Fenyvesi Bernadettet, a Fekete-Vörös Marti Általános Iskola és Gimnázium igazgató helyettesét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A jövő tanévtől esedékes oktatásügyi változások, átszervezések érintik-e önöket valamilyen módon? Elsősorban a gimnáziumi osztályra gondolok. Minket ezek a változások nem érintenek. A jövőben is folytatjuk azt a munkát, amit a 90-es évek elején megkezdtük, úgy, ahogy eddig, most is tanítani fogunk hatosztályos gimnáziumként. Hagyományosan egy középiskolai osztályt indítanak? Igen, évek óta egy osztállyal indulunk, és ez a jövőben is így van terveinkben. Körülbelül milyen létszámra tervezik ezt a gimnáziumi osztályt? Egy 30 fősel osztállyal szeretnénk indulni, illetve hát nagyobb jelentkezés esetén még 32 fő is belefér. A jelenlegi 8. G-s osztályunk 32 fővel indult, a 7. G osztályunk pedig most 29 fős. Úgyhogy a 30 fős létszámú osztály az elérendő cél. Mennyire nyitott ez a gimnáziumi osztály? Értem az előtt azt, hogy minden más általános iskolából jelentkezhetnek önökhöz, vagy a saját iskolájukból töltik fel? Nem, nyitott befogadó iskola vagyunk, ami azt jelenti, hogy a Fő Sándor utca épületünkben az általános iskola mellett egy 6 évfolyamos gimnázium is működik. Ebbe a gimnáziumba nem csak a Fekete-Vörös Marti általános iskolás diákokat várjuk, hanem a város, illetve a város környékéről származó 6. osztályt elvégzett diákok egyaránt jelentkezhetnek. Van-e valamiféle speciális képzési forma a gimnáziumi osztályon belül? Értem el azt, hogy szakosodnak-e valamire a diákok? Általános gimnázium vagyunk, ami azt is jelenti, hogy tagozatot nem indítunk, de vannak bizonyos területek, amelyekre igen nagy hangsúlyt fektetünk az oktató-nevelő munkánk során. Ilyen például kiemelném ezek közül a környezettudatosságra nevelést. Ez nem csak az általános iskolában fontos számunkra, hanem a gimnáziumi osztályokban is. Figyelünk arra, hogy az élővilág értékeire, azok felismerésére, megőrzésére, óvására hívjuk fel tanulóink figyelmét. Ezt a célt szolgálja például az erdei iskola, amely a gimnáziumi osztályokban egy napos programot jelent, illetve a zöldök, a zöld diák önkormányzat által szervezett programok, amelyekbe természetesen a gimnáziumi osztályok tanulói is bekapcsolódnak. Tehetséggondozással is foglalkozunk. Itt számos program közül választhatnak a diákok, kiemelném a séta programot, amely sajtó és tanulás elnevezésű program rövidítése, ezt a Pannon lapok társasága indította sok-sok évvel ezelőtt. Mi már kezdetektől ennek a programnak a részesei vagyunk. A program célja a média világának megismertetése a diákokkal, a média különböző műfajait ismerik meg. Az elméleti oktatás mellett a gyakorlatban is kipróbálhatják magukat. Az írói vénával rendelkezők megcsillogtathatják ezt a képességüket is. A legjobban sikerült munkákat, írásokat, cikkeket a Napló szerkesztősége a Sétatér rovatban meg is jelenteti. Másik programunk az Opera Kaland, ez a Magyar Állami Operaház szervezésében valósul meg. Gimnazistáinkat évente 2 alkalommal, tavasszal és ősszel Budapestre visszük az Erkel Színházba. A program célja, hogy az opera műfaját és a balettot egy kicsit népszerűsítse a tanulók körében. Aztán következő programunk a Határtalanul
pályázati projekt, ami az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg. Ebben a programban a legkisebb gimnazistáinkat, a 7. gimnazistákat várjuk, illetve ők vesznek részt ezen a programon. Ennek célja az anyaországban, illetve a határon túlélő magyarok közötti kapcsolat erősítése. Tavaly a 7-esek a felvidéki bányavárosokat látogatták meg egy 3 napos kirándulás keretében, az idén pedig Erdélybe látogatnak a résztvevők. A nemzetközi kapcsolatainkat különböző projekteken keresztül ápoljuk. Az elmúlt években az ASIS, illetve a Comenius programunk nagy sikert aratott. Ezek a programok lehetőséget adnak nem csak az idegen nyelv elméletben megtanultak idegen nyelv alkalmazására, beszédére, hanem lehetőség nyílik új emberek, új kultúrák megismerésére, sőt, itt életre szóló barátságok is köttetnek. Most szeptemberben gimnazistáink körülbelül 20 fős csoportja járt Vejcben, és itt egy fizikatáborban vettek részt vejci iskolásokkal együtt, napkollektor építésén dolgoztak. Mindezek mellett, a programok mellett 7. évfolyamtól, tehát már a legkisebb gimnazisták megismerkednek a 2. idegen nyelvvel, tehát a 2. idegen nyelv oktatása már a 7. évfolyamon elkezdődik heti 3 órában. Milyen nyelveket tanulhatnak a gyerekek? Angol, német és francia nyelv közül választhatnak a gyerekek. A 2., illetve az 1. idegen nyelv 9. évfolyamon emelt óraszámban történik, illetve ennek az oktatása. A Nemzeti Alaptanterv 3 heti 3 órát ír elő, mi heti 4 órát biztosítunk a gyermekek számára. 9.-10. évfolyamon a matematikát és az informatikát tudják a gyerekek emelt óraszámban tanulni, az előírt heti 3 helyett 5 órában van erre lehetősége azoknak a diákoknak, akik a matematika, illetve az informatika iránt érdeklődnek, és erre fogékonyak, és már tudják, hogy mondjuk ez irányban szeretnének tovább tanulni. ECDL vizsgára érettségi felkészítő foglalkozás keretén belül készítünk fel diákokat. Hát, hogy hallgatom, rendkívül gazdag a választék, tehát igazán nem unatkozhatnak. Unatkozni nincs idő. A gyerekek önöknél, és ahogy szintén hallottam, lehet, hogy még jövendő kollégák, média szakemberek, újságírók is kikerülhetnek önöktől. Milyen a továbbtanulási arány? Figyelemmel kísérik-e az érettségizett végzetteknek a további tevékenységét? Természetesen minden évben figyeljük és nézzük, hogy hova sikerül, milyen egyetemre, főiskolára sikerül bejutni a diákunknak. E tekintetben igen büszkék vagyunk. Vannak már természetesen végzett orvosok, színészek, gyógyszerészek, és még hosszan sorolhatnám, hogy milyen területeken állnak helyt diákjaink, akik sokszor visszajárnak, elsősorban a Szalagavató nyújt ilyen lehetőséget a volt diákokkal történő találkozásra, és akkor beszámolnak arról, hogy az iskolánkban jó alapokat kaptak ahhoz, hogy az érettségit követően egyetemen, főiskolán tanulhassanak tovább, és ezekre mi igen büszkék vagyunk. Egyetlen kérdés még, lesz-e lehetőség arra, hogy személyesen ismerkedjenek meg az önök iskolájával a szülők, diákok? Gondolok itt arra, hogy nyílt napokat tartanak-e? Igen, természetesen erre is gondolunk. Az első nyílt napunkat 2015. november 24-én tartjuk. Sok szeretettel várjuk elsősorban a 6. osztályosokat, illetve szüleiket, de szeretném jelezni, hogy bár 6 évfolyamos gimnázium vagyunk,
Ennek ellenére nem csak a hatodik évet, általános iskolás évet követően van lehetőség hozzánk csatlakozni, hanem a nyolcadikasokat is várjuk. Minden évben vannak kilencedik évfolyamon hozzánk csatlakozó diákok, az idén hárman csatlakoztak, és külsős diákokról van szó. Köszönjük szépen a tájékoztatást, és további jó munkát kívánunk! Köszönöm szépen!